Srácok, folytassuk elkeseredett felderítésünket ebbe a hülye mocsárba. Undorító ez a hely. Speciál undorító. Ah, Crescent Mungress. Ha, jó. Ja, mindenki is akartam bookfenszni, de a staminát elveszi érte a játék, mekkora geci. És most itt jönne valami gyors, mozgékony ellenfél. Hú, bazd meg. Catsring. Decrease damage from foes. Tudom, előbb kellett volna jönni erre a részre. És akkor az eséssel lehet nem lett volna egy pár helyen probléma. Most már mindegy. Valahogy innen ki kéne találni előbb-utóbb. Persze, hogyha felszedünk mindent, Black Turpentin. Hát tízes kardal, ez már úgy picit nonsense. Már nem fogom használni. Chunk of Sucker Stone. Nagy töredék szopókő, két darab. Azok meg... Valami hülye medúzák. Poison, jó van, nagy dolog. És dropolnak valamit. Royal Lotus-t. Widow Lotus. Mi akkor használjuk már, hogyha játék lehetőséget ad rá. Nyugodtan használjuk, hogyha úgy is dobnak. Az igen, szép balesetek vagytok. De ezek végtelen számba jönnek? Te az előbb nem voltál még itt. És egyből megtaláltam ott a foggétet. Nem végtelen számba jönnek, csak eddig rejtőzködött a társaság nagy része. Voltak egy páron. Tehát ott a foggét egyből. Ez a tipikus, akarva akaratlanul is megvan. Ojaj. Nagy barmok. Mi van, milyen weapon broke? Ne most, bazd meg a kurva anyádat azt. Ebből olyan halál lesz. Igen. Én fasz nem javítom a fegyvereimet soha. Meg is érdemeltem. Azaz még a könyökömet is kúrjon be a radiátorba, jó van. Aj. Ezt megérdemeltem, de tényleg. Akármilyen kommentet szívesen tűrök. Anyát, picsáját azt. Használjunk egy kettőt. Legyen maxos az a durability. Ne. Ez nagyon dühítő volt. Faszom. Annyira megszokom tényleg, hogy Bonfire-nél újra töltődik a durability. Aj, de kínos volt. Talán pullolni akartam, mert az a nagy faszfejjel csak egy V1-ezzek. De nem jött ez, nem kellett ennek szólni. Na jó, takarodjatok már, de most úgy komolyan. Ez Dark Mungress dob. Oké. Okay. Itt voltak a medúzák. Igen, meg kerültünk egy szép nagyot. Ezeket most, ami azt illeti, le fogom szarni.
tárgyat itt mondjuk már nem. És a lelkeimet kéne megtalálni, mert csak 20-valahány ezer Storied Heroes szó. Örülök neked. Fucking poison. És mindjárt benyalom megint. De jó dolog késleltetni. Meg hogyha már van Royal Lotusunk, akkor használjuk. Itt volt az a sok fogyatékos. Egy rakáson. Vagy ez egy másik sziget volt? Szerintem az inkább egy másik sziget volt. Most tényleg akkor találjam meg. Bár ahogy látom, itt, ott láttam valami vértócsát arra fele. Akkor jó, majd mindjárt megyünk arra. Előbb viszont akkor megyünk erre, mert ez is kimaradt. Amúgy fogalmam sincs, hogy merre megyek. Ma ez megnyugtat bárkit is. Sucker Stone. Warsight. Remélem ennek is 22 a négyzeten a súlya. Vagy ott haltam én meg. Igen, mert elindultam a foggétnek az irányába. Azt hiszem. És hát kicsit óvatosabban kellett volna. Ebbe a kicsiket intézzük el. Gyere, fater! Tüzet nem bírja ez se. Undorító kurva anyád. Na. Ezt összehoztam. Még Royal Lotus. Erre kéne menni. Még nem boss lesz arra nyilván. De az a baj, hogy semmilyen kő nincs nálam, amivel ilyen irányjelző cucc. Melyik mondjuk tényleg szükségem lenne rá. Való igaz. Na mindegy. Eddig is boldogultam anélkül az összes szósz részben. Akkor itt is fogok. Körbe megyünk, max lesz még egy pár ilyen szarházi. Legalább a lelkeket gyűjtjük. Ah, pedig itt ennek a vacaknak a túloldalán lesz még ott egy csomó cucc. Tehát mindjárt tovább is megyünk. Csak még azért itt biztos, hogy hagytunk el egy-két dolgot. Én nem hiszem, hogy teljesen körbejöttem volna. Ha meg igen, akkor is inkább biztosra megyek. Kell inkább körbejárom kétszer, nem? Ott még hagytam el dolgokat, innen látom már. Nem, ez tényleg döglött volt. Jó, poison, örüljé. Idegesít a hangja, azért is nyomom így el. Sziszegjen a faszom. Aj, nem igaz, miért felejtem el mindig, hogy nem lehet bukfencezni. Aj, picsába. Regenerator's Ring.
Recover HP a little at a time. Jó, most nem is bukfencet nyomtam, csak ki akartam lépni a menüből. Most a Crystal Lizard megint el fog futni. Akkor tök jó, mi nyemeltünk a foggét fele, tényleg. Még csak annyi, hogy mindenképpen járt be az egész területet, hogyha a tárgyakat... Aj. És azért, ezt most azért csinálom, hogy föl tudja venni ugyanazt a Myrdenhammert, amit már összefarmoltam a bányászoktól. N-1-szer. Csak ennyi gyógyított a lét, Mungress. Nem vagyok megelégedve. Kurvára nem vagyok megelégedve vele. Én még a mérgezés itt cincálja le a HP-nkat. Most találja meg megint a foggétet. Valahol errefele volt. Late Moongrassből is mennyi van. Full Moonból meg még több lesz. Itt mindjárt átjuthatunk a másik oldalára ennek a deszkákból összeeszkávált kordonnak. Aztán mindjárt itt. Jaja. Item burdenünk. Hát egyelőre még bírja, és itt nem tudom, hogy találunk-e majd fejlesztési alapanyagokat, vagy még valami egyéb nehéz fegyvert. Jaj, de jó. Hát érkeztünk a másik felére. Yeah! Király! Ezek hiányoztak. Itt most egyelőre menjünk erre, aztán majd megnézem, hogy valahol le lehet érkezni biztonságosan, ha nem, akkor majd levetődök valami paraszt módra. Ja, itt is átjöttök a deszkán? Lel, már vágom olyan Dark Souls egybe, hogy kerültek bele így. Nem bírom... belakkolni. Na azért. Trollságnak is van azért szintje, amit már tényleg nem kéne átlépni még jobban. Lehet majd mindjárt visszamegyek, mert itt szerintem már tovább jutunk konkrétan. Hát maga. De aztán lehet, hogy ez csak egy ilyen kerülő szar volt, és így is úgyis a genyába kell utat találni. Lecture Pentin, ennyi szemetet találunk. Na ez így egyelőre oké. Okay. Tudja, hogy arra lesz a boss, mert ott látok ilyen fából összetákolt szar, városkát, amennyire azt annak lehet nevezni. Épp ezért tök logikusan elindulunk a másik irányba.
Nagyon jó lesz, ez sajnos ilyen ez a rész. Minden szósz játékban benne van, remélem a Bloodborne-ban ilyen nincsen. Bár én ott speciál nem emlékszem, hogy láttam volna ilyen helyet. Ott van más undorító dolog. Itt például ez a Valley of Defilement. Thieves Ring hanyadjára van, meg harmadjára, vagy másodjára? Mindegy. Igen, igen, itt vagyunk most a másik oldalán ennek a kordonnak. Tudjátok, mi lenne itt olyan cikő, hogyha itt közt át lehetett volna jönni. De nem, akkor nem tettek volna oda fog gate-et. Ja, hogy semmit nem hagytam el, azok már csak ezek a hülye lámpások, meg fákják. Na, ezt viszont ne hagyjuk itt. Már nincs sok hátra. Ugye tényleg nincs sok hátra. Már nem bírom. Jó, mondjuk most amúgy se tudnánk normálisan mozogni, de azért ennél bármi jobb. Tehát a Dark Souls-ban, hogyha teljesen túl vagyunk terhelve, vagy ha az Equip Load-ot túllépjük, akkor így tudunk menni. A futást, meg a vetődést, meg ezeket elfelejthetjük. Olyan, mintha az Iron Flash Pyromancy-t használjuk. Itt pedig elég belegázolni ebbe a szarba. Pedig megint ilyen toxikus víz. Legalábbis itt sokkal undorítóbb. Mint máshol. Jó, egyébként itt már szerintem nincsenek tárgyak, mert akkor azt már látnánk messziről. Jaj, ne! Nem mondott komolyan három ilyen... Kurva... Na jó. Egyszerre csak egyet. Aztán kívánjátok, hogy túléljem. Mi van, nem ütsz? Tudnám, mi a rákot őriz itt három ilyen nagy darab. Remélem valami igazi kincs. Nem, akkor adjatok egy kanalat, mert tökön szúrom magamat. Ne! Ha. Milyen guard breakünk is van, valami 70 plusz. Igen. Great Club. Négy darab! Nem ár. Kibaszás a köbön. Kibaszás a 6x10 a 23-on. Keringő a mocsárba. Ezt így fogom hívni, ezt a részt. És még egy ilyen fasztestű. A rákomat őrizhettek itt ti. Persze, hogy én üssek mellé. De nem, amikor bazd meg fejbe kettőig nem tudsz elszámolni, te agyi szakadék. Na. Oké, három ilyen követ. Jó, mondjuk. Lehet érteni, ezeket is föl kell szedni, hogy a Pure White-ről le tudjam rontani a tendenciát Pure Black-re, de... Faszom, még úgy ide tettek volna egy pár Legendary Hero szót. Hogy meg is érje ez a szenvedés. Jó, nem azt mondom, hogy ezeket is full gyáván le kell nyilazni, tehát egy ilyen pajzsal már azért, hogy bele lehet állni az ütésbe. Hogyha van több, mint fél staminánk, akkor. Itt pedig... csigák.
Ha jól látom, csigák. Na bazd meg, mi kell még, hogy ne tudjak mozogni? Ó, még csak 155-nél tartunk. Faszom, hogy még erre is ügyelnem kell. Meg még arra is van tárgy. Hát bazd meg, kész. Ezeknek van valami fészkük? Lehet. El tudom képzelni. Anyád baszki! Na. Nagyon jönnek itt az urak. Nem ezt akartam. Ezt akartam. Kérem a Sucker Stone-t. Na mindjárt elbánok itt ezekkel, de... Nem tudunk itt fölmenni. Faszért nem. Hát picsába. Pedig itt valami fészkük tuti, hogy van, mert potyognak itt ezer számra. Pedig már épp meg akartam jegyezni, hogy na, itt van egy ilyen darab csiga, itt árválkodik. A lónak a faszát. Van ebből több is. Aha! Méghozzá ott fönn. Látjátok? Föl van akasztabb az, mint a kötözött sonka. Azt valahonnan tudja, hogy le lehet vágni. Ugye, attól függetlenül... Bazd meg! Azok olyan viccesek egyébként. De most rátok nem óhajtok időt fecsérelni. Nagyon lecsigáznak ezek. Nagyon elcsigázott leszek tőlük. Pláne, hogy én átütök rajtuk. Na. Nem, ezek két most tényleg nem éri meg. Bazz, végtelen számba jönnek. Majd levágjuk a fészküket, akkor... Az egy másik történet, akkor már lehet. Bár nem tudom, hogy mi értelme van. Lehet azért, hogy akkor nem jönnek végtelen számba. Akár azt még el tudom képzelni. Az ott tárgy vagy... Nem, nem tárgy. Hát akkor jó, majd itt ezekkel még ott... foglalkozok. Nem tudom, hogy azt el lehet-e érni. Lehet aztán, hogy csak Pure White World Tendence is. Event. Na bazd meg. Gyertek basszátok meg, gyertek. Nem volt ez rossz. Hehehe. Ez mi a rákom? Ez a kis köcsög. Na. Ez valami mérgezést is tud szerintem. Ez az úr. Old Spice. Ja. Primitív körükbe ő felel meg biztos a varázslónak. Pedig ahogy látom, csak itt tudunk fölmenni. Meg... Lónak a faszát nézünk csak el még erre. Valahogy én előbb még azt a csigás bizniszt ott lerendezném. Szerintem azt meg is tudjuk tenni, király. Tényleg köpjétek rám a véres gecit, tényleg. Na. Tehát a következő részben akkor földerítem itt ezt a helyszín. Aztán megyünk tovább, remélhetőleg a boss irányába. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot. András voltam, sziasztok!